Azért gyűltünk össze itt a főtéren, a Nagymarosi főtéren, hogy a mai napon átadásra kerüljön a civil kezdeményezésre létrejött, nagyon sok ember segítségének köszönhetően létrejött francia eredetű pötangpálya. A pötangpályáról annyit kell tudni, hogy már a 14. század környékén a francia katonák játszották ezt a játékot. Ez be is lett tiltva egyébként, mert túl sokat használták játékra az idejüket, és aztán az 1910-es években megalakult a Francia Pötang Szövetség, ebből versenysport lett egyébként. Aztán 1989-re Magyarországon is megalakult a Pötang Szövetség, itt pedig Nagymaroson a saktábla nagyon népszerű használata után jött az ötlet, hogy készítsük el ezt a játékot. Személy szerint is nagyon örülök annak, hogyha olyan közönségi kezdeményezés történik Nagymaroson, ami közterületet érint, ami megmozgat embereket, ami összehoz embereket, ami játékra ad lehetőséget, közös időtöltésre ad lehetőséget. Most ez történt ezzel a hátam mögött lévő petánkpályával is. Megkerestek minket, mint képviselőtestületet, a közterület tulajdonosát, hogy segítsünk, támogassuk abba őket, hogy ez a pálya létrejöhessen. Természetesen a képviselőtestület ugyanígy osztozik nézeteimben, és ők is egyöntetűen azt gondolták, hogy nagyon fontos, hogy a közterületeinken, főleg a főtéren olyan közösségi foglalkoztatást segítő kis kezdeményezések, és főleg civil kezdeményezések legyenek, amelyek az embereket jóra tanítják, amik az embereket összehozzák, ami a gyerekeket kihúzza a számítógépnek a kis ketyerék elől, és végre kint a szabad levegőn, a jó levegőn egymással tudnak társalogni, és nem csak csetelnek. Szeretnék köszönetet mondani a barátoknak, barátaimnak, illetve a járókelőknek, akik szívesen ragadtak lapátot a pálya megépítésénél, és az önkormányzatnak, hogy szabad utat adott ennek a projektnek.